Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a következő műsorszám megtekintése 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. A 64 éves Bencsik János azt állítja, hogy a 23 esztendős ifjabb Tóth József brutálisan megverte, majd kirabolta. Csak hogy az idős férfi nem láthatta támadóját. Aki ítél, Katalin bírónő. Rablás büntette és életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt Tóth József ellen indult büntetőeljárásban a tárgyalás megnyitom. Kérem, fáradjon elém. Ön. Tóth József. Igen, én vagyok az. 23 éves nőtlen, munkanélküli, tudomásunk szerint az erkölcsi bizonyítvány úgy mutatja, büntetett előéletű. Igen. Testi sértés miatt volt már problémája. Igen. Ügyész úr, kérem a vádirat ismertetésére. Tisztelt Bíróság, a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy ifjabb Tóth József vádlott munkakerülőt, dologtalan életmódot folytatott. Az ülöttségének egyik megnyilvánulása abban fejeződött ki, hogy a vádbeli napon felkereste Bencsik János sértettet, kihasználva az öregember egyedüllétét, őt egy ismeretlen tárgyal fejbevágta, majd ezt követően kirabolta, elvitt 40 000 forint készpénzt, valamint egy aranyékszert, ezen a sérteti kár nem térült meg. Az ismertetett tényállás alapján ifjabb Tóth Józsefet vádolom rablás büntettével, valamint életveszélyt okozó testi sértés büntettének kísérletével. Köszönöm. Megértette a vádat, bűnösnek érzi-e magát? Nem érzem magam bűnösnek. Nem köteles vallomást tenni, a vallomást ez bizonyítéként felhasználható. Hallotta az ügyész úr vágyát, mi a hozzáfűzni valója önnek? Hát nem tudom, mit mondjak, szerintem ez az egész egy nagy marhaság. Én ott sem jártam, én nem tudom, hogy az öreg bolond vénember mit hordott rólam össze, de közöm nem volt hozzá, egy ujjal se bántottam. Első kihallgatásakor is megkérdezték már öntől, hogy 22:30 és 23:30 között hol tartózkodott. Elmondtam már a rendőröknek is, hogy a kocsmában voltam a haverokkal, ünnepeltük a pénteket. Igen, de úgy tudjuk, hogy 22 órakor a kocsmából eltávozott, illetőleg eltávolították onnan, hiszen néhány széket ott összetört. Hát, elő szokott fordulni. Elő szokott fordulni, igen. Kérem szépen, ön azért nem veti meg az italt, és amikor inni szokott, az eddigi adatok szerint, hát bizony kirúg a hámból, hajlamos arra, hogy igen nagy botrányt kavarjon. Hát szeretek élni az. Szeret élni, igen. És a Bencsik bácsinak a házá környékén se volt, ugye azt állítja? Körülbelül 1000-szer mondtam el, de akkor elmondom 1001-szerre is, hogy nem jártam. A környékén. Tudja, mi a baj, Tóth úr? Az a baj, hogy új lenyomatokat talált a rendőrség a Bencsik bácsi lakásában. Hát az... És ezek az új lenyomatok az öné előfordulhat. Jártam ott párszor, de nem aznap este szeretném lesz. Nem aznap. Hát van egy szomszéd, aki viszont látta, hogy ön aznap bement a házba. Hát akkor a szomszéd halucinált, vagy persze. Nem tudom, mi volt neki a baj. Most ugye azt tudjuk, hogy nem nagyon szeret dolgozni, ugye? Hát. Hát elmenne a munka temetésére, így értem, ugye? Elmenne. Most ehhez képest viszont költséges szórakozása van, az italozás. Kérem szépen, árulja már el, hogy miből fedezi ezeket az italozásokat. Biznisz, üzletelgetek, adok veszek, de minden legális. Tehát, hogyha most egy új ügy kezdődne miatt, megnyugtathatok mindenkit, hogy legális, amit csinálok. Tehát üzletel, ugye? Igen, üzletelgetek. Hát akkor magának az is üzlet volt bemenni a sértetnek a házába, aztán összeszedni egy kis készpénzt, meg egyebeket. Bocsánat, nem hülye vagyok, hanem üzletember. Üzletember. Igen. Hát ezt majd megnézzük, megvizsgáljuk, hogy maga milyen üzletember. Nincs több kérdésem, köszönöm. Az ön véleménye szerint a Bencsik úr miért állítja azt, hogy ön bántalmazta? Hát, mert az öreg soha nem szeretett engem igazán, és tudva levő, hogy bolond is egy picit, és éppen jó dolgában nem tud mit csinálni, mint vádolgat össze-vissza. Volt-e valami komolyabb nézeteltérés? Dehogy volt, soha nem vettem komolyan. Bárkit meg lehet kérdezni, mindenki meg fogja mondani a faluba, hogy bolond az öreg. Egyfolytában képzelek, utána meg elhiszi a dolgokat, aztán terjeszti őket. Most az ügyész úrnak arra a felvetésére, hogy tele volt új lenyomattal a Bencsik úr háza, erre mit tud mondani? Járt ön ott egyébként máskor? Régebben igen, hát van az unokája, a Klárika. Ugye, fogalmazunk úgy, hogy néha meg szoktam őt látogatni. Régebben, de nem aznap este. Régen. amikor önnél házkutatást tartottak, találtak-e bármiféle aranyláncot, amit kerestek a rendőrök? Tudtommal nem. Esetleg a sajátomat a nyakamban. Köszönöm szépen is. Ha nincs más kérdés, a vádlott meghallgatását befejezzük, és kérem, hogy a védője mellett foglaljon helyet, lehetősége lesz még észrevételeket tenni, kérdéseket a kihallgatott tanúkhoz. Bencsik János, kérem, fáradjon be a tárgyalóterembe. Jó napot kívánok, kérem, foglaljon helyet. Ön Bencsik János, 64 éves nyugdíjas, a vádlottal rokoni hozzátartozói kapcsolatban nincsen. Tanúként hallgatja ki, a bíróság igazmondási kötelezettsége terheli. Megértette ezt? Igen. Bencsik úr, maga ennek az eljárásnak a sértetje. El tudná nekünk mondani, hogy ezen a vádbeli napon mi történt önnel, amikor megverték és kirabolták? Hát kezi csókolom, az úgy történt, hogy én minden este lefekvés előtt végigjárom a házat, és bezárom az ajtókat. Kivéve a hátsó ajtót, mert a kisunokám a városba jár iskolába, és kedden meg pénteken késő este tud csak a busszal hazajönni, és ne legyen neki probléma, így nyitva hagyom. Hát most is így történt, oda mentem, kinyitottam, becsuktam, hát csak a biztonság kedvéért. Megfordultam, hogy megyek vissza a lakásba, abban a pillanatban kivágódott az ajtó, még engem is magával sodort. Egy hatalmas ütést éreztem a fejemen, a halántékomon, a világ elsötétedett előttem, leütöttek. Látta, hogy ki volt a tettes? Hát nem láttam a tettest, mert hátulról ütött le ez a gyáva féreg. Azt kérdezném meg önt, hogy mikor tért magához? Hát, azt pontosan nem tudnám megmondani, mert arra tértem magamhoz, hogy a földön fekszem. Kezem, lábam összekötve, a szememet is bekötötték, még a számba is beledugtak valami rongyot, segítségé sem tudtam kiabálni. Tehát elvesztette az eszméletét? Teljesen. Mindaddig, amíg a támadója a lakásban tartózkodott, visszanyerte az eszméletét? Igen, ott, hogy a földön feküdtem, lassan magamhoz tértem, igen. És hallottam, hogy valaki kutászkodik ott a lakásba, húzogatja a sublót, fiókot. És ezt tapasztalta? Ezt tapasztaltam, igen. Aztán odajött hozzám, belém rugott. Igen. És mondta, hogy adjam elő a pénzt, mert ő tudja, hogy van itthon nekem pénzem. Beszélt, kiabált valamit, mondott valamit, a hangjáról legalább fölismerte? Hát a hangjáról fölismertem, bár próbálta elváltoztatni. Ő volt az. Miről beszél, papa? Közöm nincs a nyomorához. Most idejön össze-vissza beszél minden baromságot. Mondom, hogy megismertem a hangot, hiába változtattam. Jó, a hallása rendben van, már csak így józan ész kellene, az az igazság. A rendőrségi eljárásban volt ez a hangfelismerés. Ott is fölismerte. Igen, hát felismerem én ezt a hangot. Kiválasztották az ő hangját, rendben, tudomáson van róla. Még azt szeretném megkérdezni, hogy megmondta, hogy hol van a pénz, tehát válaszolt hát ebben voltam, a helyzetében? Oda jött hozzám, kivette a számból a rongyot, igen. Elkezdett rugdost, és mondta, hogy mondja meg, hogy hol van a pénz. És akkor gondolta, hogy hát ha így megszabadul. Ez már erősen hatott rám, és kénytelen voltam kinyögni, hogy ott van a pénz a szekrénybe, az összes 40 000 forint kis spórolt pénzem, meg a feleségemnek az aranyaklánca, Isten nyugosztalja. De ez kevés volt neki, úgy látszik, mert mikor ment el, akkor megint összerúdosott, én meg megint elvesztettem az eszméletemet. Biztos abban, hogy az ő hangját hallotta? Hát... én úgy gondolom, hogy ő volt. Az orvosszakértői vélemény, amit itt a kezemben tartok, súlyos koponyasérülést diagnosztizál. Igen, itt más az halántékom. Hát el van törve a bordám, még azóta is alig tudok menni, úgyhogy nagyon rosszul voltam. Ügyvéd úr? Kérem szépen, legyen kedves megmondani, tehát tisztázunk. Látta ön egyáltalán a támadóját? Nem. Tehát nem látta? Nem. A támadás követően ön milyen állapotba került? Jaj, drága ügyvéd úr, nagyon rossz állapotban voltam. Jó. Hát nem lett volna kedvem mulatságba menni, az biztos. Hát gondoljon bele, hát fejbe vágtam. Rugdosta a fejemet. Hát forgott körülöttem a világ, zúgott a fejem, a fülem. Sőt, a fülemből még a vér is folyt. Hát azt hittem, hogy mentem magához, szólít a teremtő. Hogyha önnek zúgott a feje és a füle, igen. Folyt a füléből a vér. Igen. Tisztán hallott ön mindent, képes volt arra, hogy a vádlottnak a hangját ön felismerje. Hogyan állíthatja ilyen bizonyossággal azt, hogy az ő hangja volt az? Hát én úgy gondolom, hogy ő volt. Hát kérem szépen, ugye ön ismeri a vádlottat korábbról is. Ismerem, persze. A hangját is nyilván ismeri, mert járt önöknél, ugye? Ismerem őt gyerekkora óta, ismeri a faluban mindenki. Hát nagy szélhámos ez. Szélhámos. Gyakran járt hozzánk a kisunokához. Jó, ne térjünk el, tehát az a kérdésem, ön csak úgy gondolja, hogy az ő hangja volt, vagy teljes bizonyossággal állítja, hogy ő hangját érte felismerni? Hát most így úgy gondolom. Tehát nem állítja bizonyosan? Nem. Ugye jól értettem, hogy akkor a vádlott önöknél, nem tudom mennyire gyakran, de ahogy a vallomás elején mondta, igen, a kisunokáját több esetben meglátogatta. Próbált neki tehát, igen. Igen. Gyakran ott volt. És ami még érdekes lenne ebből a szempontból, hogy ugyanúgy a vádlott is tudja, hogy kett péntek az a nap, amikor a kisunokája éjszakai időpontban jön haza. Igen. Igaz? Tudja? Igen. És tudhatta-e azt a vádlott, hogy ilyenkor ön azt a bizonyos ajtót, a hátsó ajtót az unokája kedvéért, hogy mi hamarabb be tudjon menni, nyitva hagyja? Hát tudni éppen tudhatta. Persze, nyilvántartást vezetek a maga dolgaira, még a cipőjének a méretét is tudom. Mindent tudok, ami magukkal kapcsolatban. Nem tudja megmondani. Itt viselkedik tisztességesen. Én viselkedem. Azt a kedd és pénteki napot, tisztelt bíróság, más is tudhatta, gondolom a buszsofőr, meg az egész falu tudja, hogy ki mikor járkál. Ugye? Tudhatták. Nem csak a vádlott tudhatta. Egy kis falu, ez itt mindenki tud mindent. Köszönöm szépen, nincs több kérdés. Ha a tanúhoz nincsen több kérdésük, akkor én oda küldeném a helyére, és folytatjuk a bizonyítási eljárást az ügyészség által indítványozott Jelkovics Sándorné meghallgatásával. Özvegy Jelkovics Sándornét kérjük, fáradjon be a tárgyalóterembe. Napot kívánok! Itt a egész galerikában. Köszönöm szépen. Jó nyugi, nem van. Jó napot kívánok! Ön Özvegy Jelkovics Sándorné 59 igen, éves nyugdíjas, igen, a vádlottal hozzátartozói rokoni kapcsolatban nincsen, nincs, tanúként hallgatja meg a bíróság igazgondási kötelezettség terheli. Megértette ezt? Igen. Asszonyom, 2003. augusztus 21-én éjjel szeretnénk megkérdezni, hogy ön mit tapasztalt, mit látott a szomszédjánál? Hát igen, láttam ezt a gazember Józsit, ott settenkedett Janibál háza körül olyan fél 11 táján, aztán egyszer csak bement. Közvetlen szomszédok? Igen, igen. De arra nem gondoltam, hogy azért megy, hogy agyonverje szegény Jánost. Ez az éjjeli időpont, ez kb. fél 11-kor, ez azért elég sötét volt. Miért, biztos, hogy kivehetően az ő személyét látta? Hát persze, hogy őt láttam. Tudja, olyan kicsi ez a falu, én ott mindenkit ismerek. Hát Józsit is gyerekkora óta ismerem. Azt én értem, csak az éjszakai időpont, még augusztusban is, egy elég sötét. Hát igen, csak a háznál ott van egy lámpa, igen, és ő pont az alatt ment el. Maga is kezdi nyanya. Lámpa, megvilágított. Zóna, most mindenki engem cseszeget? Már bocsánat, de nem tudom máshogy magam kifejezni. Milyen távolságra van az ön háza a Bencsik úrnak a házától? Hát körülbelül közel van, egy olyan 30 méterre általában. Annyit satszolok. Igen. Tessék mondani, hogy hol volt ön akkor, amikor állítólag látta a vádlottat? Az udvaron. Tessék mondani, hogy mit keresett ön mondjuk ilyen éjjel 10-11 óra körül kint az udvaron? Hát kimentem egy kicsit levegőzni. Hát szokott járni a levegőt? Igen. 11 órakor? Hát 11 óra körül, igen. Igen. Kérem szépen, látó szemüveget visel. Igen. Milyen az önlátása? Én úgy gyenge az önlátása? Hát igen, ez ilyen családi örökletesség, igen. Hát, tudom, hogy egy öregkori szemromlás általában javul, azt mondják, de én nem vettem észre. De szemüveggel nagyon jól lát. Nagyon jól lát szemüveggel. Tessék mondani, azért hányas szemüveget tetszik hordani? Azért hát mégis. Én -8 dioptriásat. 8 igen, dioptriásat tetszik hordani. És akkor azért ettől függetlenül nagyon jól lát, ugye? Hát szemüveggel, igen. Nem tudom, tehetnénk egy próbát? Hát, hogyne, természetesen. Meg tudnám mondani, hogy most mennyit mutatok? Igen, 2-t mutat az ügyvéd úr. Biztos? Vagy esetleg győzelem, igen. Igen, jó, köszönöm szépen. Tisztelt bíróság, hogyha lehetne, megkérném a tanút arra, ha levenni a szemüvegét, és akkor is mutatnék valamit, legyen kedves, mondja meg, hogy mit mutatok. Igen. Hát Azt hiszem 3-at. Biztos? De, hát nem tudom, de lehet, hogy 4-et, de inkább mégis 3-at. Igen. Kérem, szokott ön egyébként kontaktlencsét viselni? Á, nem, minek az nekem? Hát ilyen modern dolog, hát nem akarok én már tetszeni senkinek. Tehát szemüveget tetszik persze viselni, igen, ugye? Kérem szépen, van a faluban optikus? Nincs. Nincs? Hát... Pff. Egy Kós Tibor nevezetű úriember nincs véletlenül a faluban? Hát ő hozzászoktam, ha valamilyen kisebb fajta hibák vannak, elvinni a szemüvegem. Kérem szépen, a védelem tudomása szerint ön érdekes módon éppen a vádbeli esetet megelőző napon állítólag eltörte a szemüvegét, azaz letört egy része a szemüvegének, és elvitte ehhez a Kós Tibor úrhoz. Igaz ez? Igen. Így van? Igen. Volt önnek pótszemüvege? Hát igen, van pótszemüvegem. Hát, tessék meggondolni, mit mond, és ez a pótszemüveg ott volt önnél akkor? Hát nem. Hol volt? Nem. Mi volt az? Mert az is rossz volt. Tehát akkor, ez hát mit jelent, kérem szépen? Volt önnek egyáltalán szemüvege ezen a napon, amikor ön állítólag látta a vádlottat? Volt? Nem. Asszonyom, én ön tájékoztattam a meghallgatás elején igazmondási kötelezettségére. Igen. Azt a törvény szigorúan bünteti. Hát én láttam. Az igazat tessék mondani. Mit látott? Tessék mondani. Hát, mit látott? Hát az az igaz, hogy én aznap nem láttam a vádlottat. Hát nem, hát ide nem tetszik ellátni, 2 méterre vagyunk egymástól. Kérem, és akkor miért mondta a rendőrségen azt, hogy látta a vádlottat? Nem hát figyelmeztették arra, hogy a hamis vád, a hamis tanúzás milyen következményekkel jár? De azért, mert biztos, hogy csak ő tehette ezt a gaztettet, mert ez egy szörnyű ez az ember. Kérem szépen, ezt tetszett álmodni? Nem álmodtam. Miért nem mondta azt a rendőrségen, hogy nem volt szemüvege? Erre vagyok kíváncsi. Azért, mert tavaly az én házamat is ő gyújtotta fel, és semmi baja nem. Igen, nem tudták rá bizonyítani, és akkor most a legjobb módszer az, hogyha ő nem látta a vádlottat, akkor is ő volt az, aki rablótámadást hajtott végre. Hát igen, nem a legjobb módszer, hanem ismerik a faluba, hogy milyen. Egyenesen a falu rossza, mindenki ismeri. Ön nem látta, ugye? Hát... Igen, a többi részével... A sértett meg nem hallotta. De jó, tudja mindenki a faluban, hogy ezt csinálja mindenkivel. Az öregek ezt mindig bántja. Ha más kérdés, ha tanúhoz nincs, mielőbb még tényleg belefutna abba a helyzetbe, hogy más bűncselekmény elkövetésével hamisan vádolna. Én a tanú meghallgatását befejeztem, kérem foglaljon helyet. Bencsik Klárát kérjük, fáradjon be a tárgyalóterembe. Nem mindegy, hát is. Még meglepetés. Jó napot kívánok! Ön Bencsik Klára, 22 éves, fodrász. Foglaljon helyet. A vádlottnak nem rokona, nem hozzátartozója, a sértetnek az unokája. Tanúként hallgatja meg, a bíróság igazmondási kötelezettségére figyelmeztetem. Elmondaná nekünk, hogy a vádbeli napon, amikor éjszaka hazatért éjjeli időpontban, mit tapasztalta, hogy belépett a lakásba? Bementem a lakásban, és nagyon megijedtem. Ott találtam nagyapát, vérbefagyva. Én Bajáról jöttem haza, mert oda járok fodrásziskolába, és ilyenkor mindig nagyon későn érek haza. Rettenetesen fel volt dúlva minden. Kérem, a nyomozás adatai szerint ön kis hián összefutott a rablótámadóval, hiszen fél 12 táján ért haza, nem sok kiányzott, hogy összefusson vele. Láttam a támadót. Látta? Mondja kérem, a rendőrségem miért nem tett erről említést? Teljesen össze voltam zavarodva, nem tudtam, hogy mit tegyek. Most vissza tud emlékezni, hogy mit látott, kit látott? Igen. Nem a Józsi volt az. Egy idegen. Még soha nem láttam azelőtt. Jóval magasabb volt és testesebb, mint a Józsi. És? Vörös haja volt. Hallották? Jegyzőkönyvbe vették? Nem a Józsi volt. Akkor a nyomozás során miért nem beszélt erről? Nem tudtam, hogy mit csináljak. Aha, és vörös volt, és nagy darab. Igen. Ugye? Igen, és... igen. És szakállas is volt? Igen. Aha. Most már jó lenne, ha az igazat mondaná. Milyen fantáziája van magának? Most már jó lenne, ha az igazról beszélne. Jól van, kislány, büszke vagyok rád, viszont a nagypapával még van 1-2 elintézni való ügyem. Látják? Hogyan mondanám el így az igazat? Akkor mi történik? Bebörtönzik ezt az állatot? Aztán 2-3 év múlva meg kiszabadul? Akkor nekünk kell újra szembenézni vele. Minket nem véd meg senki, a rendőrség sem. Vagy maguk talán ott lesznek és segítenek rajtunk? Nem hiszem. Nem azért mondja, elnézést kérek, nem azért mondja mindezt egyébként, mert haragszik rá, mert korábban udvarolt önnek, és aztán későbbiek során más hölgyeket részesített előnyben, nem emiatt mondja ő ezt, amit itt mond? Az előbb nem. Ezt nevezi udvarlásnak? A pofonokat, meg az erőszakot? Mitről beszélsz? Egyszerűen nem bírtam magamról lerázni. Csak nagyapa miatt nem költöztem be a városba. Nem most azért, mert az udvarlási stílusa nem tetszett önnek, most ezért itt a bíróság előtt ne állítson valótlan dolgokat. Megkérhetem rá. Amikor azt mondtam, hogy láttam a támadót, én a Józsit láttam. Miről beszélsz te buthariban? Miről beszélsz? Mit hordasz itt össze? Zihálva rohant ki a hátsó ajtón. Zihálva rohantam. Megfenyegetett, hogyha beszélek, akkor megöl engem is és nagyapát is. És hittem neki, mert ismerem. Kisasszony, akkor mégis a vádlott volt az elkövető? Hát persze, hogy ő volt. Ez egy szadista vadállat. Az egész falu retteg tőle, mindenkivel erőszakoskodik. Egy óra múlva is ő lesz? Igen. Szegény Erzsinyeni házát is ő gyújtotta föl tavaly. Igen, ezt mindenki tudja, csak persze, nem tudták. Akkor is mindenki tudja, persze. Igen, mindenki. Tudja az egész falu. Tudja az egész falu. Nagyon sok magányos öregember lakik a falunkban, és ezeket zsarolja, hogyha nem adnak neki pénzt, akkor megveri őket. Miről beszélsz? Ez így van. Ez így van, csak apám miatt nem voltál idáig még senki. Nagyon rendes volt az édesapja is, igen. Láthatja, bírón, hogy egy összeesküvés áldozata vagyok. Nézzen csak körül, nézze meg ezeket az arcokat. Most kinek hisz jobban, nekem vagy ezeknek? Na ez irigykednek rám, az az igazság, irigykednek. Mert nem bírják elviselni, hogy jobban érzem magam a bőrömben, mint ők. Ha a tanúhoz nincsen több kérdés, a meghallgatását befejeztük, kérem foglaljon helyet. Ügyész úr, végindítványát kérném. Tisztelt Bíróság, az egész pert áthatotta egy gondolat és egy érzelmi világ, amit úgy hívnak, hogy félelem. Minden tanú és a sértett is félt egyszerűen a vádlottól, és úgy gondolták talán, hogy ha nem mondják el először az igazat, akkor megúszza a büntető eljárást a vádlott, és akkor ők is megúszszák a későbbi retorziókat. Kérem, hogy a bíróság vele szemben halmazati büntetésül szabadságvesztés büntetés szabjon ki. Köszönöm. Ügyvéd úr, a védőbeszédjét kérem. Tisztelt Bíróság, a védelemnek más az álláspontja erről a bizonyítási eljárásról. Milyen bizonyítékok vannak a vádlott ellen? Gyakorlatilag megsemmisült a sértett vallomását, mint terhelő bizonyíték. Sértett szomszédjának, a Juliska néninek a vallomása ugye teljes egészében megdőlt, mert kiderült róla, hogy ő nem látta az adott vádbeli napon a vádlottat. Ehhez képest ezen bizonyítékoknak a hiánya nem eredményezhet más, csak azt, hogy bizonyítékok hiányában fel kell menteni a vádlottat az ellenemelt vád alól, és én erre teszek indítványt a tisztelt bíróság részére. Köszönöm. Kérem, álljanak fel. Ítéletet hirdettük a köztársaság nevében. Tóth József vádlott bűnös, rablás büntetében és életveszélyt okozó testisértés büntetében, ezért őt a bíróság 6 évi börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetése ítéli. A bíróság a bizonyítási eljárásanyag alapján megállapította, hogy a vádlott aktív magatartásával, azzal, hogy a sértettet fejbevágta, idézte elő a sértett azon pszichikai állapotát, hogy eszméletét elvesztette, aminek következtében képtelenné vált arra, hogy a vagyontárgyai ellen intézett támadással szemben fellépjen. A bíróság a bűnösség megállapítása és a büntetés kiszabása során figyelemmel volt arra, hogy a használt eszköz életveszélyes sérülésre alkalmasságát, a testtájék életfontos szerveket leérő voltát a vádlott felismerhette, a következményekkel kapcsolatban azonban közömbös maradt. A tárgyalást berekeztem.